Természetvédelmi területet és egy folyót is elért az olajszennyezés Ecuadorban. A Cayambe-Coca Nemzeti Park, ahová egyelőre ismeretlen mennyiségben szivárgott be az olaj, számtalan védett állatnak ad otthont és fontos vízkészletekkel rendelkezik. Az olajszennyezés területén dolgozókat evakuálták. Kőolaj, nyersolaj és dízel. Émelyektem, a fejem fájt, hányni tudtam volna, mondta egy ott dolgozó. Pénteken a heves esőzések földcsúszamlást okoztak, és egy kő nekiütközött egy olajvezetéknek, ami eltört. Egyelőre sem az olajvállalat, sem a kormány nem pontosította, hogy mennyi olaj szivároghatott a talajba és a vizekbe, de a környezetvédelmi hatóságok szerint jelentős mértékű olajszennyezésről van szó. 2020-ban ugyanezen a területen már történt hasonló szennyezés. Dél-Amerikában rövid időn belül ez már a második jelentős olajszivárgás. Két héttel ezelőtt csaknem 12 ezer hordó olaj ömlött Peru mellett az óceánba, amikor egy tartályhajót elértek a tongai földrengés okozta hullámok. Az ökológiai katasztrófa halak és madarak tömegeit pusztította el.